annyit szerettem volna elmondani, hogy azért itt forgattuk ezt a videót, ha ezt közben kiveszem a fülembe, mert már habisztél, nem hallgatok semmit. Szóval, hogy azért itt forgattuk a videót, mert ha nem zenész lettem volna, muzsikus, akkor focista lettem volna, mert imádom focizni, imádom a focit, imádom a jó focit, imádom a focipályát, nézni is, csinálni is, tök jó. És valószínű, hogy most vonulnék vissza az FC Barcelonából, mint irányító középpályás, elköszönnék a Messitől, elköszönnék a Ter Stegentől is, mondanám nekik, hogy öcsém, Magyarországon jártok, akkor nyugodtan gyertek be egy paprikás krumplira hozzánk, bármikor, vagy egy jó pörkölt nokkeldére rántott hússal, a be olyat főz nektek, hogyha szívetek leszakad. Na mindegy, de sajnos nem lettem focista, muzsikus lettem, ami ugyanannyira jó nekem, én imádok muzsikálni. Hát ezért forgattam itt ezt a kis videót nektek, úgyhogy pörgessétek, nézzétek meg, osszátok meg sokan, és ami nagyon fontos, a Szolnoki Petinek nagyon szeretném megköszönni a Bonbon zenekarból, hogy meghallgatta a dalt, ezt a feldolgozást is tetszik neki, és jóvá hagyta, ugyanis ezt a dalt a lányának írta annak idején. És végül, de nem utolsó sorban, a helyi banda vezér és mafiózó és nagyon nagy nemzetközi arc, Baranyai Ferenc Braninak nagyon szeretném megköszönni, közismertebb néven Braninak, az, hogy a focipályát, a stadiont, a Biatorvágyi stadiont a rendelkezésemre bocsátotta egy vasárnap délután, hogy forgassak egy kis videót. Ezt akárki nem kophatja meg, gyerekek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer Feribá, hogy itt forgattunk, nagyon szép a helyszín. Szerintem még fogok itt egy pár dalt így felvenni, ilyen cover dalt, mert nagyon tetszik ez az egész. Így vasárnaponként mit szóltok? Úgyhogy pörgessétek, nagyon köszönöm a lehetőséget, sok mindenkinek, egy sprintet fogtok látni tőlem. Már amennyire én gyanázok, szövet kabátba, kigombolkozza öcsém, sprint, szevasztok!